Az időjárás eddig kegyes volt a tekintetben, hogy nem kellett komolyabb éjszakai fagyokkal számolni. Azok érzik ezt leginkább, akik évről évre segítik a fedél nélküli embereket abban, hogy azok épségben vészeljék át a telet. Laborci Géza, az Oltalomszeretett Szolgálat intézményvezetője, a közös felelősségvállalásra hívta fel a figyelmet. Mindenek előtt azt, hogy az ellátórendszer, az Oltalomszeretett Szolgálat fokozott figyelemmel és fokozott készültséggel várja azokat, akik hozzánk érkeznek. Ez a mi feladatunk, de nyilvánvalóan a krízis helyzet az nem csak a mi számunkra ad feladatot, hanem azt gondolom, hogy ez a Sándor Pál film egyedül nem megy, ez egy közös összefogás kell, hogy legyen a városi hatóságok, mentők, rendőrség, közterületesek, önkormányzat és a civil szervezetek között, hogy a városban élők, akiknek hát ez a nehéz sors adatott, azok megkapják a maguk életben maradásához szükséges tárgyi és helyben is meglévő segítséget. A rutin az idők folyamán kialakult és sikeresen működik, mivel évek óta nem történt fagyhalál Nyíregyházán és környékén. A Rákóczi úti melegedőben a nyitvatartás szinte folyamatos, a népkonyha pedig minden nap meleg ebédet biztosít. Minden betérőnek igyekeznek megoldást találni. Alanyi jogon jár, egyedül a népkonyhára kell, hogy valaki bejelentkezzen, de nyilvánvalóan, ha valaki rászoruló és ide jön a Rákóczi utcára és segítséget kér, akkor az én munkatársaim rendelkezésére állnak, akár úgy, hogy itt a nappali melegedőben tud részt venni, vagy a átmeneti szállón. Itt a Rákóczi úton egyébként egy teljes szolgáltatási portfólióval várjuk a rászorulókat, a nappali melegedő, a népkonyhai szolgáltatással van szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek nappali ellátó részlegünk, és van foglalkoztatási részlegünk is, tehát itt, aki ide jön, annak ezen a komplex módon próbálunk segíteni, a szükségleteihez igazodva. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az utca embere is sokat tehet azzal, hogy idejében segítséget hív, vagy megfelelő ruházattal látja el az otthontalant. A lakosság továbbá abban is segíthet, hogy felhívja a figyelmet a rászorulóra, vagy épp a hajléktalan embertársát irányítja el a Periféria Egyesülethez, vagy az Oltalomszeretett Szolgálat munkatársaihoz. A lakosságnak a segítsége az szintén nem megkerülhető. Tehát ha valaki ilyen hideg időben lát valakit az utcán, akkor föltétlenül vagy a perifériát, vagy ha a rendőrséget hívja, még a rendőrség is tud segíteni, hogy akkor vagy a mentők, hogy a megfelelő helyre kerüljön az illető. Tehát ez egy nagyon fontos rész. A másik a természetbeni adományok, akár hiszen a periféria az utcán élőknek viszi a ruhát, az élelmiszert szintén, akár ők, akár ha hozzánk jönnek, téli ruhák és megfelelő felszerelés, hogy tudjuk segíteni őket, ez egy nagyon fontos segítség, mert hát a hidegben, nyári ruhában nem nagyon lehet élni, és az utcán lévők tulajdonképpen a kicsinke vagyonukat a hátukon cipelik nagyon sokszor, és ez egy komoly segítség, ha tudunk nekik megfelelő ruházatot is biztosítani, és aki ebbe tud segíteni, azt csak megköszönni tudom, és egyébként az a tapasztalatunk, hogy sokan vannak, akik segítenek. A népkonyha, nappali melegedő és éjjeli menedékhely ellátások igénybevételéhez nem szükséges megállapodás, sem kérelem. Az igénylőnek azonban rendelkeznie kell érvényes tüdőszűrőlelettel.